A Szalai Bau Kft. Munkatársai építik az új utat a Májva utcában. A Májva utca esetében pontosan jól látható, hogy az ivóvízrekonstrukciós munkálatok után gyakorlatilag egy nyomvonalas helyreállítás történt a napokban. Ezek után gyakorlatilag bitumenemúzióval végig permeteztük az utcát, és a mai nap folyamán gyakorlatilag az aszfalt szőnyegezés kezdődött el, amely reggel 8 órakor elkezdődik, és én számításaim szerint délután 3-4 órára be is fejeződik. Ez is az önkormányzati éves útfelújítási program része, amit azért kellett elkezdeni, mert korábban kopóréteg nélkül épültek lakóutak Jászberényben, ami nem volt olyan tartós, mint a jelenlegi technológia. Jászberény átlagosan az elmúlt időszakban évente 100-150 millió forintot költött az önkormányzati utak karbantartására. Ez idén a Dalkia ügy miatt későbbre tolódott, de az enyhe időjárás segíti a munkát. Úgy gondolom, hogy a város még kimaradó vagy hátralévő olyan minőségi útjai fognak a jövőben, jövő évben és években megújulni, amelyek aztán egységesen azt a képet fogják majd mutatni, hogy ebben a városban használhatóan jó utak vannak. Ugye ez a program halad, és az elkövetkező években hasonlóan legalább 100-150 millió forintig menően költségvetési pénzt fogunk erre szánni. Az önkormányzat 132 milliót költ 2015-ben a helyi úthálózat fejlesztésére, ebből 47 millió forint az ivóvízhálózatok rekonstrukcióit, 85 millió pedig a közterületi csapadékvízelvezetési és útburkolat felújítási munkákat fedezi. A következő felsorolásban láthatjuk, hogy melyik az a hat utca, melyben az ivóvízhálózat rekonstrukciója már október 31-ig megtörtént. Végül pedig látható, hogy melyek azok a városi szakaszok, ahol november 15-ig teljesen megújul az útburkolat és a csapadékvízelvezetés. Ezek a kopó felületek a szakemberek szerint legalább 10 évig jó minőségű utat biztosítanak az itt lakóknak.